Szavaztok emberek, üdvözlök mindenkit újra! A Warlander című játékot szeretném nektek bemutatni, aminek ez a jóképű fiatal figura, ez itt a főhőse. Én a játékot belenéztem már. Kicsit olyan, mintha ilyen aréna stílusú játék lenne. Tehát van egy rész, jönnek a dögök, kinyírod őket, átmész a következő részre, ott van mondjuk megint dögök, aztán egy boss, aztán átmész a következő részre, aztán van egy rész, ahol tudod magadat upgrade-elni, meg ability pontokat elkölteni, és így tovább. Belenézünk, nem tudom milyen hosszú lesz a videó, de már én elkezdtem ezt a játékot. Na most amit látjátok, ugye... tehát megmutatom. Innen kezditek az egész játékot lentről, stim? És ott vannak a pirosak, ugye lent alul a piros körök, és hát igazából attól függ, hogy melyik körnél indítod el, ugye a játékot, mert bármelyikről el tudod indítani, annak függvényében fognak változni a helyszínek, illetve az, hogy merre mész, amit látjátok, tehát több fele lehet menni, de mindig csak előre, tehát most ugye a következő ez a nyíla, aminél vagyunk, ott én már csak jobbra föl a kékre, vagy balra föl a pirosra tudok lépni, hogyha ide jövünk. Na de nézzük meg, kontrollerrel játszom, jó? Csak mondom. Nem tudom, mennyire van kontroller supportja a játéknak, remélem, hogy van. Amúgy. Ja, és 2560, szóval 1440-ben megy a játék. És press any key. Oké, szóval. Karaktermozgás, zsíros kenyér. Úgy, hogy van meg gurulás. Hát szerintem Unreal Engine, valószínűleg az. Jó a mozgás igazából. Itt lehet tuningolni. Igen. És upgrade-elni a karaktert úgy, hogy ugye lehet váltani. Ezek, igen, mondjuk én ezt így... Aha. Itt van egy olyan, hogy a heavy attack az, hogy nagyobbat fog sebezni, hogyha én ezt így beupgrade-elem. Igen. Sword throw, nem használok ilyet. Ezt se használom. Ez nem tudom mi. Ezt beaktiválom. Ezek plusz ability-k. Jó. És hogyha ez megvan, akkor kijövünk innen. Egyébként nagyon állatul néz ki a kard. Nézzétek. Nézzétek. Azért beteg az embernek az agya, nem? Meg jól néz ki. Na és akkor megmutatom. Tehát ez itt most egy terület, amit itt így láttok. Ez egy kis terület. Itt ez gyakorlatilag mindig így néz ki. Akármennyire is mentek a játékba előre. És ezen a helyen lehet upgrade-elni a karaktert. Aztán ugye most boss van. Itt ki tudjuk választani, hogy a pirosra megyünk, a Techno Forces-ra, vagy Techno Champions-re. Megyünk a Techno Champions-re. Ez most egy boss fight lesz. Vagy... tehát boss fight is. Most ez egy másik terület lesz. Ilyen külön mapokat tölt be. Ugye a játék. Igen, teljesen nem minden... Ugye nem mondjuk pont nem voltam, de ugye ez teljesen másképpen néz ki. Az, amin voltam eddig. Ott a főbossz. Oké. Lenyom a picsába. Igen. Napot. Hello. Igen. Igen. Tetszik, hogy leesik a izé, a páncélja a karakternek. Az a baj, hogy targeting system nincs benne. Tehát nem tudjátok kitargetolni a boss-t, ha bár ugye az lenne elvileg a játéknak a lényege. Oké. Oké, ez nem jó így. Itt vannak ilyenek, elvileg ez az élet. Nem. Nem ezt akartam, vett fel azt a kurva életet, igen, jól volt. Nem ennyi arrébb, nem, még véletlenül sem ennyi arrébb. Igen. Jó a kiosztás amúgy. Igen. Igen. Megnyom a gurulást, és nem gurul. Amúgy nem tudom, miért nem rakja el a kardot.
Tehát így kezdődik. Igen. Érdekes például, amit észrevettem, hogyha a fegyver, amivel körbe tudsz suhintani, az csak akkor hatásos egyébként, hogyha... Na, ez fasza. Az csak akkor hatásos egyébként, hogyha a karakter előtted van. Ha a karakter mögötted van, akkor kurvára nem fogja ledarálni. És ennyi voltam. Oké. Okay. Achievement unlocked. Ó, oké. És permanent dead van benne. Tehát ha meghaltok, akkor meghaltok. Oké. Okay. Így kezdődik amúgy a játék. Along with your entire people, a pact is offered to arise from death as a weapon of the forest and wreak vengeance upon the false god. I will not cower before you. Avow the pact or return to darkness. Akkor engedi ki csak az egész az embert innen élve, hogyha végigmész ugye a játékba, és úgy jutsz ki igazából ebből az egészből. Tehát így, így küzdesz meg az életedért. És hogyha tényleg meghalsz benne, akkor tényleg meghalsz benne, és kezded a játékot előről. Stop the harvest of this world. Then I accept. Give me powers to destroy Morven, and I will serve you. A servant of the forest for guidance. By the blood of my clan, vengeance will be mine. The pact is sealed. És így született meg az Ent, a faember. Szóval így kezdődik a játék. Nagyon eredeti történet. Igen. Ja, és akkor látjátok, hogy most megint másképpen néz ki a térkép. Tehát ezek úgy van megcsinálva, hogy abszolút, hogy mondják, generálisan procedurálisan generált pályák. Igen. Jó, tök mindegy, indítsuk mondjuk ezen. Oké. Okay. Ha all of that was real. Oké. Szóval, most itt vagyunk, ez most megint másik pálya, amit látjátok. Sima egyszerű ellenemik. És látjátok, hogy ha nem arra ütünk, de akkor az ütésnek az iránya, látjátok? Akkor nem üti szét az enemét, meg nem üti ketté, csak ha előtte vagyunk. Tehát a világ legnagyobb fassága ever, de mondjuk ebben nem megyünk bele. Tessék. Látjátok, csak akkor üti, ha szembe van. Ha háttal, de ugyanúgy megpörgeti ezt a szart, akkor semmi. Jó napot, itt van Dark Vader is, de nem, ez nem tudom ki amúgy. Abszolút nincs kiforva a harcrendszer, ami nem lenne egyébként probléma. Csak, és ugye itt most wave-ekben jönnek a történetek. Igen. Victory, ez az, hogy csináltad? Igen, és akkor innen átmenjünk a másik pálya részre. És igazából ennyi. Tehát vannak ilyen kis pályák, meg vannak építve.
Nem rossz egyébként, abszolút jó. Valaki szeret úgy játszani például, hogy a játéknak a legvégé előtt mondjuk meghal, és akkor kezdheti előről az egészet. Legnagyobb okosság szerintem a világon. Nyilván azért játsz egy játékot, hogy felbosszantson és nincs elég problémád az életben. Itt van egy játék, ami gyakorlatilag még utána jó szájba is húgyoz, amikor véletlenül rossz kedved lenne. Oké, okay. Na nézzük meg akkor, igen. Igen, nincsuk el. Ez nem az. Ja, a controller kiosztást azt inkább hagyjuk, tehát a controller support az nulla. Rányomok, rá akarok valamelyikre menni, és gyakorlatilag tovább ugrik. Tehát semennyire, tehát borzasztó. Tényleg borzasztó szar. Igen. Oké, okay. És akkor most tovább megyünk. Most betölti a következő pályáját. Most rányomunk, hogy a bosszal akarok játszani, vagy benni. Igen. Igen. Oké. Okay. Viszonylag változatosak akkor ezek szerint a pályák. Ez igen. Nem így. Oké. Okay. Szerintem rengeteg példányt el tudnak adni ebből a játékból amúgy. Jó, hogy menjen arrébb, de nem megy arrébb. Várjátok. Igen, szétütöttem, és természetesen semmi nem volt benne. Na mi van, Lajos? Ez igen. Fasza. Igen. Három per négy, na mi van? Nem bírtok velem. Szerencsére, te hiányoztál jól. Oké, én most meghaltam. És akkor ennyi, ugye? Tehát akkor szoptad. Aha, jó, skacok. Tehát ennyi lenne ez a Warlander című játék. Ha mindenképpen szeretnétek magatokat megszopatni annál jobban és amennyire az élet megtud, akkor mindenképpen próbáljátok ki. Valakinek tetszeni fog. Maga a grafikával, én annyit tudok mondani rá pozitívumot, hogy a grafikával nekem semmi bajom nincsen, mert látszik, hogy nem akarták igazából úgy, hogy mondjam nektek, tehát nem akarták 2019 vagy 2020-asra megcsinálni a játékot, hanem ilyen kicsit ilyen rajzfilmszerű, ilyen elnagyolt dolgokkal próbálták elfedni az egészet, teljesen jó lett egyébként, mondom tényleg, ha valakinek ez tetszik, vagy valaki erre kíváncsi, lent a leírásban megtalálható a játéknak a linkje. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk, szevasztok!